Pénteken délután kevesen ugyan, de sorban álltak a székesfehérvári okmányirodában. A hivatal ugyanis a hónap elejétől meghosszabbította nyitvatartását. Ez a férfi örömmel fogadta a változást. Nekünk egészen biztos, hogy az itt dolgozó ügyintézők mennyire örülnek neki, azt nem tudom. De hogy meg fogja könnyíteni a polgárok életét, az biztos, hiszen mindenki munkaidő után intézné ezt inkább, hogyha van rá lehetősége. Ezen a napon még csak ügyeleti rendszer volt az okmányirodában, de hétfőtől reggel 8 és este 8 között folyamatos lesz az ügyintézés. Reggel 8-tól este 8-től. A járműigazgatással és a személyi okmányokkal kapcsolatos adminisztráció egész nap történik, amíg az egyéni vállalkozók felváltva délelőtt és délután intézhetik ügyeiket. Az időpont egyeztetés módja nem változott, bejelentkezni a magyarország.hu és a székesfehérvár.hu oldalon lehet. Két műszakban szerveztük meg a kollégák ügyfélfogadását változatlan létszámmal. Óriási terhet hárítva ezzel a kollégáinkra, de hősiesen helytállnak, mint ahogy a kormánytisztviselőktől ezzel is várható. A székesfehérvári járási hivatal Honvéd utcai épületében hétfőnként kora délután, szerdánként egész nap, péntekenként pedig délelőttönként van ügyfélfogadás. Itt szociális ügyekkel, valamint a hadigondozással, a környezetvédelemmel, a kommunális igazgatással, valamint a víz és a földügyekkel foglalkoznak.